A világbajnokság előtt Helebrant Máti azt mondta, élete legjobb felkészülésén van túl, élete legjobb formájában érzi magát, az viszont nem tudja, szervezete hogyan alkalmazkodik majd a kulához. Mint kiderült a nyíregyházi gyalogló, hiába jegyzett nyáron a legmelegebb napszakban, a dohai klímára nem tudott felkészülni. Nem csak ő, mások sem, hiszen az 50 kilométeres gyaloglásnak nekivágó 46 atlétából 18-an feladták a versenyt. Köztük volt az olimpiai bajnok Matej Tóth, és a világsúlytartó világbajnoki címvédő Johan Dinic is. Máté a táv három negyedén időlt ki a sorból. 38 kilométernél hagytam abba, és 37 kilométernél még semmi bajom nem volt. Igazából az a kimerüléshez egyik percről a másikra jött, tehát hogy mentem, magamhoz képest elég jó tempóba, próbáltam beosztani az erőmet, és egyszer csak teljesen elsötétült minden, megálltam, és amikor leültem ott, ott teljesen elsötétült minden, akkor jöttek az orvosok, tettek a hordágyra, kaptam az infúziót, és másfél voltam az orvosi sátorban, utána jöttem helyre, akkor gondolom a vércukor, a vérnyomás, akkor át helyre. A világbajnokság miatt elhúzódott az atlétikai szezon, ettől függetlenül a jövő évi versenyeket a megszokott időben rendezik, így Máté számára megrövidült az őszi pihenő ideje. Ezt nagyon hosszú szezon volt, általában nekünk már augusztus közepén véget ér a, a versenyszezon, és utána egy, hát majdnem egy, egy hónapos pihenő szokott lenni. Most, mivel október elejéig tartott ez a szezon, ezért most... Egy nagyon rövid pihenő pihenőt kaptam jósbától az edzőmtől, két hetet, amiből egy hét már el is telt, szóval még ez az egy hét van hátra, és jövő héten meg már kezdjük a felkészülést, hiszen márciusban már nekem csúcsformába kell lenni, hiszen Szlovákiában ez egy nemzetközi verseny, ahol már az olimpiai szintet szeretném meggyalogolni. Az olimpiai szintidő az 50 kilométeres gyaloglásban 3 óra 50 perc. Ez biztos Tokiói indulás jelent, de a világranglista alapján is el lehet jutni Japánba. Hellebrandt Máté reményei szerint már a dudincei versenyen bebiztosítja az ötkarikás részvételt.